Egy gyermek érkezése a családba hatalmas örömöt jelent, viszont rengeteg felelősséggel és plusz költséggel is jár. Jelenleg Magyarországon nagyon sok olyan család él, akiknek még a pelenka beszerzése is komoly anyagi kihívást jelent. Ennek a megoldására, segítésére fogott össze az egyik hazai drogérialánc és a Katolikus Karitász. Köszöntöm a stúdióban Zsuber Lászlónét, a Katolikus Karitász képviselőt és Kanyó Roland, PR és marketing menedzser. Roland, igazából mikor indult ez útjának? Mikor csináltatok először ezt a programot? Először 2010-ben indítottuk ezt a programot, és idén már harmadik év, hogy megszervezzük. Nagy változás nem lesz benne, mert nagyon sikeresen és jól működik a program, úgyhogy ezt alapul véve szeretnénk idén is folytatni, ugyanazokkal az együttműködő partnerekkel és ugyanazokon az elveken alapszik. November 4-től lehet majd pontot adományozni egészen december végéig, és a pelenkákat pedig a 260 rászoruló családnak január-február hónapokban fogjuk eljuttatni a Katolikus Karitaszon keresztül. Egy család 25 csomag pelenkát fog kapni, a pontokat a végén számoljuk át majd pelenkákra, és hát azt reméljük, hogy ezt a 260 családot sikerül segítenünk, de mindenféleképpen ki fogjuk úgy egészíteni az adományt, hogy mind a 260 családot, tehát üzletenként egy családot tudjunk támogatni, hiszen az az alapgondolata ennek az egész programnak, hogy minden egyes üzletünk felvállalja keresztapai szerepet egy-egy rászoruló családnál. Arról beszéltünk, hogy 2010-ben indult útjára ez az akció, de mindig váltogatják a családokat? Igen, az az alapelv, hogy minden évben más család kerüljön sorra. És mik a tapasztalatok, hogy fogadták egyébként? Nagyon pozitív, sőt most, hogy már megismerték ezt a kampányt, már előre jelzik jóval korábban azok a családok, hogy ők is szeretnének bekerülni, akik alkalmasak erre, vagy rászorulók ebből a szempontból. Hány ilyen rászoruló család van ma Magyarországon? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Több százezer családban gondolkodhatunk, természetesen nem tudunk mindenkihez eljutni, de akik minket megkeresek, vagy valamilyen szempontból a program látókörébe kerülnek, azokat igyekszünk támogatni. Ez egy közös döntés egyébként részletekről, tehát a drogérjelent is a Caritas részéről, hogy kik kapják meg? Számunkra az a fontos, hogy ne kizárólag budapestiek kapják meg, vagy csak nagyvárosban élők, ezért nagyon jó segítség nekünk a Caritas, hiszen ők hitelesen tudják eldönteni, hogy kik azok, akik valóban rászorulnak erre az adományra. Egyetlen kérésünk volt, hogy országos szinten, tehát gyakorlatilag az ország minden pontjáról legyenek benne családok. Egyébként, amit Krisztina mondott, ezt meg tudom erősíteni én is, hozzánk is egész év folyamán érkeznek be ilyen levelek. És hát tavaly nekem is volt szerencsém ezeket személyesen látni, illetve tapasztalni egy-egy átadásnál, hogy tényleg nagyon jó helyre kerülnek ezek a pelenkák. Reméljük, idén is nagyon sikeres lesz az akció, és ehhez önök is hozzájárulhatnak.